A kórus muzsika barátai a Magyar Királyszálló nagy termében találkozhattak vasárnap este, hogy közösen köszöntsék az Aranybulla évfordulóra készült koncertjükön a fél évszázados jubileumát ünneplő Primavera kórust, és méltó búcsút vegyenek a közelmúltban elhunyt Horányi Otiliától, a kórus alapító karnagyától. 800 éve adta ki II. András az Aranybullát. Egy másik ünnepi érzés, hogy 50 éve alakult meg az a Primavera kórus, és van egy alapító, akit viszont az elmúlt hetekben elveszítettünk, Horányi Otília. Hát gyakorlatilag Otíliának a természetét ismerve, nekem pedagógusom volt, énektanárom volt, kórusvezetőm volt. Nem, tehát ő biztos, hogy figyel bennünket föntről, és biztos, hogy jó néven veszi ezt, hogyha most itt ünneplünk. Csutin és Ler Erzsébet a kórus munkáját koordináló alapítvány elnöke számára a kórus valamennyi tagjával együtt fájdalmas megélni Otinéni hiányát, de méltósággal viselik a gyászt, és dalaikkal is őrzik a kiváló karnagy emlékét. Úgy érzem, hogy kevés kórus érheti meg ezt az évfordulót, ezt az 50-et, és az alapító karnagyunk Otiliának köszönhető, hogy ez megalakult, és a szomorúságot most az okozza, hogy ő ezt már nem érhette meg, pedig készültünk rá, úgyhogy néhány héttel korábban a gondviselő úgy döntött, hogy neki mennie kell. Az ünnepik hangversenyen Szarka Andrea karnagy vezetésével Halmos László és Liszt Ferenc mellett a kórusmuzsika legfontosabb szerzőinek dalai csendültek fel.